gyerekem? A legfontosabb a legfontosabb. A családomtól fontosabb nincs és nem is lesz. Nem kell a pénz, legyen boldogság, békesség, a család, az kész. Nekem semmi, még a pénz sem nem kell. Csak a boldogság, még a szép gyermekeim, az kész. Ennyi. Katasztrofális a gyerekek helyzete, ami katasztrófa az egész társadalom szempontjából. Most már évek óta az a felmérések tapasztalata, hogy minden megszülető korosztálynak a 20-25%-a elvész. Tehát nem szerez szakmát, nem érettségizik, nem tud belépni a munkaerőpiacra, és egész életében a nullára van ítélve. Ez katasztrófa az országnak is, és katasztrófa nekik is. A gyökere a dolognak természetesen a szülők tömeges munkanélkülisége és szegénysége, és az iskola teljes tehetetlensége, és hát a munkaerőpiac olyan leépülése, ami ide a 90 utáni években bekövetkezett, tehát ez egy borzasztó nagy komplexum. Tulajdonképpen statisztikai felmérése, statisztikai mutatószámok mutatták azt, hogy Magyarország az Európai Unió átlagától bizonyos tekintetben, főként a gyerekszegénységet és a mély szegénységet érintő számokban erőteljes lemaradást mutat, és az akkori kormányfő kérte föl az akadémiai kutatócsoportot, amelyet Ferges Zsuzsa professzor vezetett, hogy dolgozzon ki egy gyerekszegénység elleni programot. Eleinte voltunk 4-5 körülbelül, és akkor elkezdődött egy olyan munka, aminek az volt a célja, hogy hogyan lehetne egy olyan komplex programot összeállítani, ami az mindenfelől támadást indít ez ellen a társadalmi jelenség ellen, tehát foglalkoztatás, iskola, egészségügy. Nem lehet csak az iskolával foglalkozni, vagy csak a kora gyerekkorral, a szülők foglalkoztatásával, lakhatással, egészségügyi problémákat, sok dimenziós dolog ennek a felszámolása, vagy csak az enyhítése, csökkentése az egyszerre sok területen történő beavatkozást igényel. Ez később kormányprogram lett, és egy másfél évre rá pedig egy országgyűlési határozattal elfogadott 25 éves stratégia. Ezt mi úgy hívjuk, hogy a kék könyv, mert egy ilyen szép világos kék borítója van. Akkor már tudtuk, hogy hát ez egy, ugye azért itt szakemberek sok-sok éves tudása, elméleti kutatása és a több gyakorlati tapasztalatai jöttek össze ebbe a kék könyvbe, de hogy nagyon fontos lenne megnézni, hogy mindez a gyakorlatban hogy működik. És akkor mi elhatároztuk, hogy ezt egy hátrányos helyzetű kistérségben el kell kezdeni. A Széchenyi kistérség Észak-Magyarországon, Nógrád megyében, a szlovák határ mentén fekszik. Mind a megye, mind a régió az ország leghátrányosabb helyzetű térségei közé tartozik. Ahogy a környéken, a Széchenyi kistérségben is súlyos gond a foglalkoztatás, magas a munkanélküliség. A térség kis településein az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók. Munkalehetőség hiány a munkaképes korú lakosság jobbára csak fekete munkából, napszámból tengődik. Többen ingáznak, Széchenybe, Balassagyarmatra, Salgótarjánba járnak dolgozni, mások a fővárosi építkezésekre. Mindez meghatározza az itt élők jövedelmi helyzetét, életkörülményeit. A létbizonytalanság, a szegénység mértéke az utóbbi években szemlátomást nőtt. A lakosság lélekszáma